Szép estét kívánok mindenkinek, és remélem, hogy a dallamnak az üzenete megérkezett, legyen ez a te utad, hogy fényt hoz a napba, hogy fényt hoz a sötétségbe. Ezekkel a webkonferenciákkal tulajdonképpen ennyi az összes célom, mert a sötétség nem létezik, a sötétség csupán a fénynek a hiánya. Amikor végre rádöbbenünk arra, hogy mi az igazság, akkor fogjuk megtalálni az utunkat is, és akkor fogjuk megtalálni az igazi életünket is. A germán gyógytudomány az a tudomány, ami felnyitja a szemünket az igazságra. A germán gyógytudomány az a tudomány, ami segít abban, hogy értékelni tudjuk önmagunkat. Hogy kimásszunk az önleértékelésből, hogy el tudjuk fogadni önmagunkat is, és a világot is olyannak, amilyen. Ez lenne a lényege az összes webkonferenciának, így a mai webkonferenciának is. Ahhoz, hogy önmagunkat el tudjuk fogadni, az rá kellene döbbenjünk arra, hogy milyen csodálatos az a biológiai test, ahogy Réka mondja, az a biológiai bőrbuci, amiben éppen ezen a bolygón jövünk, megyünk és működünk. És ennek a biológiai bőrbucinak semmi, de semmi más célja nincsen, mint hogy életben maradjon. Tehát minden, ami a testünkben történik, kérem szépen, az a túlélésről szól, és a fajfenntartásról. Ameddig a biológiai ösztönlény életet éljük, addig viszont ez lesz a nagy félelmünk, vagyis a haláltól és a faj kipusztulásától való félelem lesz az, ami meghatározza, hogy mit fogunk csinálni. És erre a biológián milyen túlélő választ ad. A túlélő válaszokat nevezik betegségeknek. Nézzük tehát, hogy miből is épül fel minden biológiai lény. Hát sejtekből. És ugye tudjuk, hogy ezek a sejtek működnek, mert amikor nem működnek, akkor lesz igaz, hogy porból vagy és por leszel, de csak az a részem lesz porrá, amelyik porból is lett. De csupán a 4%-om, ez a 96% teljesen másról szól. Teljesen másról szól. Ameddig a 4% vezet, addig vonatkozik rám ez a táblázat, addig félelemben fogok élni, és keresem, hogy mit tegyek azért, hogy túléljek, és hogy a fajt fenntartsam. Nézzük, hogy az élet hogyan is indul el. Az élet úgy indul el, hogy megtermékenyül egy petesejt. És amikor megtermékenyül egy petesejt, az elkezd fejlődni. De miért kezd el fejlődni a petesejt? Itt van a megtermékenyítés után az első sejtosztódás. Aztán a második sejtosztódás. És ez a, ideírom, hogy ez az x-edik sejtosztódás. De miért fog ez a történetbe következni? Ja, mert benne van a 96%. Amikor nincs benne a lélek, akkor hiába hozzák össze ezeket a drága sejteket a káli intézetbe. Hormonálisan feltuningolják az anyát. Beültetnek 5 megtermékenyített petesejtet, és mégse lesz belőle gyermek. Mire szeretném a figyelmet felhívni? 1. Azért nézek így ki, mert ezt én teremtettem. Apámtól és anyámtól kaptam néhány információt, hogy hogy kell egy biológiai testet felépíteni. De ezt én csináltam. 2. Apámat meg anyámat én választottam.
és csinálhatok hosszú listát, hogy miben hibáztak, és mit nem úgy kellett volna csináljanak, ahogy csináltak. De én választottam őket pontosan azért, hogy tanuljak abból az élethelyzetből, amit választottam. Kérdés, tanultam belőle valamit? Vagy ugyanazokat a hülyeségeket csinálom, amit ők is csináltak? És akkor azt mondják, hogy örököltem betegséget. Csak szakácskönyvet és szegénységet örökölök. A mai medicina mindent a genetikára akar ráfogni, mert ezzel már a beteg nem tud vitatkozni. A genetika minden konfliktusnak a lenyomatát megtartja. Érthető? Megtartja. Lehet, hogy vannak bennem hibás gének, de én nem aktiváltam őket. Mit kell tenni ahhoz, hogy ne aktiváljam? Talán ki kéne békülnem végre önmagammal és a világgal. Amikor elindul ez a csoda, amit életnek nevezünk, persze tudnunk kéne, hogy a megtermékenyítés előtt is éltünk, csak éppen mostan előállítunk egy olyan biológiai járgányt, amivel majd ezen a bolygón megtesszük az utunkat. Tehát amikor ezt megtettük, hogy elindultunk, és elkezd osztódni a sejt, eljutunk egy olyan állapotba, amikor ebből a rengeteg sejtből lesz három csíralemez. Lesz három csíralemez, és ez a három csíralemez azt jelenti, hogy ebből fog kialakulni a továbbiakban minden sejtünk és minden szövetünk. Ez a lényeg, hogy meglássuk, hogy ez a csíralemez továbbfejlődés egyirányú. Tetszenek látni, itt egyirányú nyilak vannak. Visszafele nincs. Tehát azzal kellene foglalkozni, hogy hogyan alakultunk ki, és nem a metasztázisokkal. Mert metasztázisok nincsenek. Csak újabb és újabb túlélő biológiai programok, amelyek mikor indulnak el? Hát akkor indulnak el, hogyha én valamivel nem élek békében, vagyis a félelemben élek. A három csíralemezből kialakult sejtjeink egy élet során azt teszik, ami a feladatuk, és ebből adódóan vagy szaporodni fognak, vagy sorvadni, vagy működést fognak változtatni, annak érdekében, hogy túléljünk. Minden a túlélésről és a fajfenntartásról szól. Mivel tudom aktiválni ezeket a programokat? Nyilvánvaló, hogy félelemmel. A félelem az egyetlen halálos betegség, ezt tessenek megjegyezni. A kérdés nem az, hogy lenni vagy nem lenni. A kérdés csak annyi, hogy élsz vagy félsz. Amikor félelem, egy váratlan félelem meglep engem, ami hirtelen váratlanul jött, és köpni nyelni nem tudok, magányosan élem meg ezt az egészet, akkor elindul bennem egy túlélő program, vagyis a félelem, a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével elindít egy szervi választ. A kérdés az csak az, hogy meddig maradok benne ebben a lelki állapotban. Ez itt a nagy kérdés. Mert ha én ebben sokáig benne maradok, akkor ez a félelem sokáig fog az agy közvetítésével szervi választ elindítani. Mi lesz a szervi válasz? Na, mi lesz a szervi válasz? Hisz megmutattam az előbb. Vagy építek, vagy bontok, vagy működést változtatok. Így van? Erről beszéltem. Tessenek megnézni. Ennyire egyszerű a biológiának a túlélő programja. És ez mindenkire vonatkozik. Ez a megértésnek az alapja, és nem a laborértékek, és nem a kiegészítő vizsgálatoknak az elemezgetése. Nem a koleszterin szintemet kell beállítani, hanem az önleértékelésemet kell rendbe tenni. Vagyis az önértékelésemet. Tehát építek, bontok, működést változtatok abban a pillanatban, ahogy benne maradtam egy konfliktusban. Mi tehát az első és legfontosabb felkiáltójel, az első és legfontosabb megoldás? Na vajon mi? Hogy nem újjék el nap a haragunkkal. Mert ne felejtjük, hogy egy érzelmi megrázkódtatásról volt szó. Érzelmileg érintett meg. Igen, ez félelem volt.
És mit kell tennem ahhoz, hogy ezt valóban lezárjam? Érzelmileg kell megoldanom. Mégpedig nem félelemmel, hanem megértéssel, megbocsátással, elengedéssel, elfogadással, hálával. Ez jelenti azt, hogy érzelmileg valamit lezártam. És miért ennyire fontos ezt minden nap megtenni? Pontosan azért fontos, mert ha ezt nem teszem meg, akkor krónikus beteg leszek, ugyanis megmaradnak a sinek. Vagyis rögzítem a körülményeket, amelyek között én megéltem egy bizonyos félelmet, és utána a körülmények megjelenésével, újabb konfliktus nélkül is elindítom újra a programot. Ez a program egy nagyon értelmes biológiai program, ami egy külön program, mert különben nem indul el, csak akkor, ha benne maradok a konfliktusban. És mindig a túlélésről és a faj fenntartásáról szól, ezt ne feledjük el. Ez a rákvas törvénye, vagyis az első biológiai természettörvény, amit Hammer doktor 1981-ben átadott a világnak. A DHS azt jelenti, hogy Dirk Hammer szindróma, halott fiáról nevezte el Hammer doktor, ezt a kritériumrendszert, pontosan azért, mert a fia halála után Hammer doktornak keredaganata lett, amit csak műtétileg engedett kezelni, se kemó, se sugár, se semmi más. A kollégák jóslata ellenére, akik 1% túlélési esélyt adtak neki, Hammer doktor teljesen felépül, és mikor visszamegy dolgozni, mint belgyógyász főorvos egy daganatos klinikára, tehát daganatos betegekkel foglalkozó klinikára, akkor megkérdezi, mint gyógyuló daganatos beteg a többieket, hogy és az ő életükbe nem voltak ilyen történetek, hogy váratlanul, meglepetésszerűen mindenültékből a villámcsapás? És mindig volt. Mindig volt. Minden megkérdezett betegnél a válasz igen volt. Ezután közölte 81-ben a világgal Hammer doktor a rákvas törvényét. Ezután nem sokkal felfedezi a második természettörvényt, ami csak arról szól, hogy ez az értelmes biológiai különprogram két fázisban zajlik. Mindig, ha eljutunk a végére. Van egy konfliktus aktív, és van egy megoldást követő fázis. Ha van konfliktus, van betegség, ha nincs konfliktus, nincs betegség. Tehát, ha én benne ragadok a konfliktusban, a DHS-ben, kérdés, hogy ez mennyi ideig tart? Ez az idő fogja meghatározni, hogy mekkora lesz a megoldás követő fázisnak a hossza, és mennyire fogok én ez alatt szenvedni. Mekkora lesz a szenvedésemnek az ereje. Jó lenne ezen elgondolkodni. Érdemes-e akkor lezárni békében a napjainkat, vagy mégsem? Ez döntse el mindenki maga. A konfliktus becsapódásakor, mondtam, lélek-agyszer szintről beszélünk, itt látjuk az agyi koponya CT-n, ha azt kontrasztanyag nélkül csinálják, a koponya alappal párhuzamos síkokkal, látható, hogy körkörös gyűrűk jelennek meg az agy állományában. Aki hajlandó a nem telefonról, hanem mondjuk legalább laptopról nézni a webkonferenciákat, vagy esetleg a laptopot összeköti a televízió képernyővel, és akkor még nagyobb felbontásban látja a képeket, az tökéletesen látja a körkörös gyűrűket ezen a koponya CT-n, ami úgy néz ki, mint amikor egy követ bedobok egy sima víztükörbe. Hogy ez hogyan jön létre, és miért így, azt hála Istennek sikerült megfejteni. Honnan tudom én, hogy konfliktus aktív fázisban vagyok? Mert ez eddig olyan dolog, amiről nekem nem kell tudnom, ahhoz, hogy meggyógyuljak, vagy hogy lezárjam a konfliktust.
De azt mindenki tudja, hogy zakatol az agya? Visszatérő gondolatai vannak? Nem tud elaludni? Éjszaka felriad álmából, vagy rémálmai vannak? Vagy éppen alvajáró? Erről is volt webkonferencia. Azt veszük észre, hogy nincs étvágyam, nem eszem, és elkezdek fogyni? Hideg a kezem, hideg a lábam? Vannak ilyen tüneteink? Miért van? Ja, mert stresszes az életem. Hát ez dobta a gép. Kérem szépen, lehet változtatni. Minden nap egy új lehetőség. Erről is van webkonferencia. Tehát azért van kék színnel jelölve a konfliktus aktív fázis, grafikusan. Mert hideg a kezem, hideg a lábam, és hát emelkedettebb dolgokat, érzelmi hullámokat élünk meg, mint a DHS előtt, amikor éltem, mint hal a vízben. Amikor eljutok oda, hogy megoldom a konfliktust, biológiám helyre tesz mindent, amit átállított itt a túlélés érdekében. Ennek, amint látjuk, három része van ennek a megoldást követő fázisnak. Az első az exudatív fázis, a második az epileptoid krízis, és a harmadik a hegesedési fázis. Mit jelentenek ezek a szavak? Az exudatív fázis azt jelenti, hogy exudátum, vagyis folyadékgyűlem, víz gyűl a sejtek közötti állományba. Azért a sejtek között ugye van egy sejt közötti állomány, és ennek van víztartalma. Na, ez felszaporodik, és ez felszaporodik, akkor mi lesz? Hát feszülni fog, fájni fog, meleg is lesz minden, ezért piros szín, mert kimelegszik a kezem, kimelegszik a lábam, élvezem a gyulladás minden tünetét, és elkezd fájni a fejem, mert látjuk itt a koponya CT-n, hogy az agy relébe is megjelenik a víz, itt tulajdonképpen csak egy ödémát látok, ebben a relében is semmi más nem látunk, csak ödémásodást. És ezért fáj a fejünk. És gyenge vagyok, és kimerült vagyok, lázas vagyok, és a betegségnek nevezett minden tünetet megélek. Ha tudom, hogy mit követtem el, és mit oldottam fel, akkor nyugodtan fekszem, mert tudom, hogy nem lesz, nem tart örökké a gyulladás, mert érkezik az epileptoid krízis, amikor is mi történik, kipréselődik a víz az agyireléből, kipréselődik szervi szinten is, és itt már több vizeletet üritek, mint amennyi folyadékot megittem. Ez a dolgoknak csak az egyik része, hogy megszűnik a fejfájás, de látjuk, hogy ez a kék hullám, ez magasabb, mint a konfliktus aktív fázisban. Vagyis igen intenzíven fogom megélni a konfliktusnak az élményeit, érzelmileg is, mint amikor leperegetem a filmet, vagy visszajátszás van, ilyen déjà vu élményem van. Szóval ez az egész történet csak azért van, mert először is az agyirelét kell rendbe tenni. Ha ugyanakkor szervi szinten ez egy krízist jelent, mert fokozódnak az izomgörcsök, szaporodik, nagyon nagy lesz a szívfrekvencia, vagy éppen leáll a szívem, mindenféle görcsös állapot, epegörcs, vesegörcs itt fog megjelenni, mélyvénás trombózis itt fog megjelenni. Tehát ezeket a tüneteket, mikor megélem, és már hívom a mentőt, na kérem szépen, akkor tudjunk róla, hogy a gyógyulási fázisnak pont a kellős közepén vagyok. Igen, ebben a helyzetben megélhetünk életveszélyes állapotokat. De mitől függ az, hogy mennyire fogok én itt szenvedni? Mitől függ ez, kérem? Csak attól függ, hogy mennyit töltöttem tudatlanul, feszültségben, idegességben, gyűlöletben, haragban, önleértékelésben, szarul érzem magam, magányos vagyok, hagyjatok békén. Na ezek lesznek azok a dolgok, amelyek meghatározzák, hogy mennyire fogok itt szenvedni. Van még valakinek kétsége afelől,
hogy mennyire fontos lenne lezárni békével a napjainkat? Érzelmileg, úgy, ahogy elmondtam. Amikor túl vagyunk a nehezén, akkor már jó az étvágyam, jó a hangulatom, csak egyetlen gond van, hogy olyan kimerültnek érzem magam, mint egy régi Dacia akkumulátor. Lemerültem. A kisláb ujjamat se tudom megmozdítani. És az a baj, ha ezt megint konfliktusként élem meg, mert akkor visszateszem magamat ide, és kezdődik a folyamat körbe-körbe, és akkor beszélünk már krónikus betegségekről. Ne feledjük el azt se, hogy a konfliktus aktív fázisban hormonok is játszanak szerepet, attól függően, hogy milyen erős volt ez a becsapódás. Úgy normális esetben a konfliktus aktív fázisban megjelenik a kortizon. Extrém esetben jön az adrenalin, noradrenalin, vagyis a mellékvese velő hormonjai. És mi történik akkor, ha az exudatív fázisban, amikor gyulladásom van, akkor nekem itt adnak egy kis kortizont. Hát pontosan, hogy visszatesznek ide a konfliktus aktív fázisba. Ugyan elmúlt a fájdalom, de meg nem gyógyultam, és élvezhetem a kortizon 16 féle mellékhatását. A kortizon egy kétélű fegyver. Van, amikor nagyon kell és nagyon jó, és van, amikor kifejezetten kárt okoz, ha alkalmazok. Részletekben nem megyek bele, csak fel akarom hívni a figyelmet, hogy nem az a jó doki, aki beszúr a vállamba egy injekciót, és elmúlt a fájdalom. Nem, kérem szépen. Az a jó doki, aki azt mondja, hogy helyre tetted a lelkiismeret furdalásod. Borogassad hideg vízzel, vegyél be valami nem szteroid gyulladáscsökkentőt, hogy ne szenvedj annyira. Vagy ha tudsz, mert jártál Budainál egy tanfolyamon, akkor tudsz fájdalmat csillapítani minden gyógyszer nélkül. Igen, ezt is megtanítjuk azoknak, akiket ez érdekel. És örülj annak, hogy éppen gyógyulsz, most nem menj dolgozni, ne menjél a konditerembe, ülj otthon a fenekeden, és örülj annak, hogy gyógyulsz. Hallgasd a más studentem méghent, és segíteni fog, pontosan abban fog segíteni a más studentem méghent, hogy ez az egész gyógyulási fázis a lehető legrövidebb alatt véget érjen. A legkevesebb szenvedéssel járjon, és a legrövidebb idő alatt véget érjen. Még a fájdalmat is képes csillapítani. Na most, ha ezekkel nem vagyunk tisztában, ugye, akkor normális, hogy hülyeségeket csinálok, és meg sem oldom a konfliktust, tessék, itt van, és akkor folyamatosan még mindig a múltban élek, és még mindig arra emlékszem, hogy mit nem kaptam én meg a szüleimtől, vagy 28 év után még mindig arról beszélek, hogy elszenvedtem egy balesetet, vagy kaptam egy oltást, és attól vagyok még mindig beteg. A függőgyógyulás, ugye, az azt mutatja, hogy szenvedek a gyulladástól. Miért? Mert nem zártam le a konfliktust érzelmileg. Mi lenne, ha egyszer hálát tudnánk adni minden sikertelenségünkért, minden becsapásunkért, és mindenért, amit eddig, mint negatív élményt éltünk meg. Vajon mire tanítottak ezek az élmények? A policiklikus lefolyás ez egy nagyon jó dolog, mert ez a legkellemesebb, ez nem unalmas, mert hol jól vagyok, hol rosszul, hol jól vagyok, hol rosszul. Tehát látjuk, hogy eljutunk mindig a programnak a végéig, de valahogy mindig újraindul, meg megint újraindul, meg megint újraindul. Miért? Mert nem oldottam meg érzelmileg a konfliktust. Ugye már unalmas, hogy le kéne zárni békével a napjainkat. De addig mondom, még ha más nem, csak azért is megcsinálják, hogy bebizonyítsák nekem, hogy nincs igazam. Nos, amikor arról beszéltem, hogy mit tudunk csinálni összefoglalva, vagy sejtet építek, ugye, vagy sejtet bontok, vagy működést változtatok. Az építés az agytörzs és a kisagy által vezérelt programokban van,
A lebontás az agyvelő és agykéreg által indított programokban van, a konfliktus aktív fázisban. Vajon mi történik a megoldás követő fázisban? Hát nyilván, hogy ennek a fordítottja, a felesleges sejteket lebontom, a hiányzókat visszaépítem, ha tudok ide pluszt rajzolni, és a működést meg helyreállítom. Amit itt lebontottam, működést, azt helyreállítom. Kell ennél egyszerűbb, érthetőbb egyenlet a világon? Nem, kérem szépen. Nincs ennél egyszerűbb, és pont azért hihetetlen, főleg az agyon tanult elménknek ezt elfogadni, mert ennyire egyszerű. Csak az elménk tudja elbonyolítani a dolgokat, és nem győzöm ismételni, hogy minél intelligensebb valaki, annál tökéletesebben tudja magát tönkretenni. És ez nem kitalált dolog, hogy ez így van, ez nem Hammer doktor lázálmában kitalált tudomány. Kérem szépen, az embriológia az megcáfolhatatlan alaptudomány, épp úgy, mint az anatómia meg az élettan. És hogyha innen indulunk el, akkor senki, de senki nem tudja tudományosan megcáfolni mindazt, amit Hammer doktor állít. A negyedik természettörvényben még arra is rámutat, hogy a bennünk élő gombák, baktériumok, gombabaktériumok és vírusok, ezek mind a mi barátaink. A felesleges sejtek lebontásában a TBC baktériumok és a gombabaktériumok fognak segíteni. A hiányzó sejtek visszaépítésében, a megoldást követő fázisban, a baktériumok és vírusok fognak segíteni. Ezek velünk együtt élnek, ezek bennünk vannak. Persze van a testünkön kívül is egy csomó kórokozó. Az igen, az kórokozó, amit ártó szándékkal állítanak elő, hogy minket megbetegítsen, hogy az életműködéseinket gátolja. Ha olyan élelmiszert állítanak elő, ami megbetegít, az kérem, nem élelmiszer. Ha olyan gyógyszereket állítanak elő, ami nem gyógyít, az akkor nem gyógyszer, az akkor gyógyszar. Értsük már meg, öntsünk tiszta vizet a pohárba. Tegyük helyre a hibás tudásunkat. Vagy ragaszkodjunk hozzá, és pusztuljunk bele. Lehet választani. Én nem arra kérek senkit se, hogy elfogadjon tőlem egyetlen mondatot. Arra kérek mindenkit, hogy kezdjen el gondolkodni. Mert nagyon-nagyon ideje lenne, hogy kezdjünk el gondolkodni józan paraszti ésszel. Vegyük észre a félelemkeltést. A félelemkeltés az a manipuláció, amivel az embereket leigázzák, amivel az embereket irányítani akarják. Tehát, ha bemennek egy előadásra, ahol az előadó félelmet kelt a hallgatóságba, akkor álljanak fel és menjenek ki. Ott semmi keresnivalónk nincs. Ha olyan híreket hallanak, ahol, ami tele van félelem keltő dolgokkal, kapcsolják ki a készüléket. 27 éven nincs televízió, és nem is lesz. 15 év alatt a napi egy órát néztem volna a ládát, az 5000 órát tett volna ki. Én ezt az időt is végig tanultam. Különben nem tudnék ezekről beszélni. És úgy tanultam végig, hogy közben háziorvosként 168 órában dolgoztam hetente. És miért? Mert bennem volt a kíváncsiság. Bennem volt a keresés, hogy hogyan segíthetek az embereknek a gyógyításban, a gyógyulásban. Mert ezért mentem orvosi egyetemre. Összefoglalva a törvényeket, amelyeket tehát még soha senki tudományosan nem tudott megcáfolni. Arról szólnak ezek a törvények. Az első törvény az egyes számról. Egy félelem elindít egy túlélő programot, és annak lesz egy tünete. Ha valakinek két tünete van, akkor két túlélő programot indított el.
Ha kaparatorkom és taknyos is vagyok, akkor egy falat konfliktusom volt, és egy bűzkonfliktusom. Részletek a többi előadásban. A második törvény a kettes számról szól, vagyis, hogy két fázisban zajlik, ha megengedem, hogy végigmenjen. A harmadik törvény a hármas számról szól, vagyis arról, hogy minden sejtem a három csíralemezből származik, és csak három lehetőség van. Vagy szaporítom, vagy sorvasztom a sejteket, vagy megváltoztatom a működésüket. Ez a medicinának az alapja. Ez a biológiának az alapja. Ez a logikus gondolkodásnak az alapja. Minden többi ebből következik. És nem fordítva. A negyedik törvény a négyes számról szól, vagyis négy fajta segítőnk van, akikvel együtt élek, és akik csak akkor fognak túlszaporodni, ha túl sokáig ülök a konfliktusba. Világos? Ennyire egyszerű. Nem a humán papilloma vírus okozza a méhnyakrákot? Nem, kérem szépen, hanem a féltékenység. A humán papilloma vírus csak segítene, hogy visszaépüljön a nyálkahártya. Nem a hepatitis C okozza a hepatitiszt, hanem a bosszankodás, a gyűlölködés. Tehát a négyféle segítő az bennünk van. Gomba, gombabaktérium, baktérium és vírus. És ezek bennünk vannak. És aki hallott már Gastonné Sansról, vagy hajlandó utána nézni, akkor rá fog jönni, hogy a szomatidokból alakulnak ki ezek a bennünk lévő segítők. Gombák, gombabaktériumok és baktériumok. Vírusok nem. 16 lépcsős ciklusban alakulnak át ezek egyik a másikba. Csak szóltam, hogy van még olyan kutatás és olyan tudás, amit eldobnak előlünk, csak azért, hogy azt higgyük el, amivel félelemben lehet minket tartani. Az ötödik törvény pedig az, amit legalább remélem mindenki hajlandó elfogadni, hogy mindennek értelme a túlélés és a fajfenntartás. Ha csak ezt az egyet el tudnánk fogadni, már nem tudnánk pánikba esni. Mindezt ennek a csodálatos embernek köszönhetjük, aki csupán frekvenciát váltott. A biológiai testéből kilépett. De ő még mindig létezik. Ő még mindig itt van köztünk, és segít minket abban, hogy el tudjuk fogadni az ő hatalmas felfedezését. Segít abban, hogy akit ez érdekel, az megtaláljon, annak át tudjam adni, akár román nyelven is. Az délután román nyelven konzultáltam egy kolozsvári hölgyel. Tökéletesen megértett mindent. Pedig nem hallott a germán gyógytudományról. Sem. Tökéletesen megnyugodott, hogy éppen gyógyul. És tudja, hogy mi a feladata. Na ezért nem lehetett, hogy már engem az egyetemen Hámer doktor tanairól, vagy felfedezéseiről tájékoztassanak. Mert ha átírják a medicinát ennek szellemében, akkor nincs szükség a gyógyszeriparra. Márpedig a medicinát a gyógyszeripar irányítja. Ezt nem árt, ha tudjuk. Ez a csodálatos táblázat, ami itt van a hátunknál. Ez egy olyan logikai rendszer, amit mások megpróbáltak átírni, és ezzel csak a lényegét vették el. Kérem szépen, ez így tökéletes, ahogy van. Ez nem hozzányúlni kell, ezt megérteni kéne. Persze terminus technicusszal tele van, orvosi szakifejezésekkel, mert Hámer doktor ezt valójában orvosoknak írta, mint egy összefoglaló táblázatot, hisz a többi ott van az orvosnak a fejében. Ezért tudok a táblázat alapján tovább gondolkodni olyan dolgokba, amiket még Hámer doktor nem írt le, mert nem volt rá ideje, vagy nem azzal foglalkozott. De ehhez némi orvosi alaptudásra szükség van. Tehát nem mindegy, hogy ki nyúl hozzá Hámer doktor hagyatékához.
és azt mekkora alázattal hajlandó tanulmányozni. Az agytörzs által vezetett, irányított programok, azok az úgynevezett falatkonfliktusok, itt fogjuk megtalálni a táblázatnak a sárga oszlopába. Mert mi kell a túléléshez? Levegő, víz, táplálék, fény és hang. Van mindenkinek? Akkor megnyugodhat, hogy most nem hal meg. A biológia mindig a mostra reagál. Nem arra, a mostba, ha behozom a múltat, mert még nem zártam le, akkor most is azzal fog foglalkozni. Ha a mostba behozom a jövőtől való félelmet, akkor most fog megbetegíteni, és nem holnap után. És mi az, hogy a most? Az azt jelenti, hogy tudatosság. Jelen vagyok a pillanatban, és csak figyelek. És csak figyelek. És elfogadom, amit látok, olyannak, amilyen. A falatkonfliktus, tehát az életben maradáshoz szükséges falatokat jelenti. Levegő, víz, táplálék, fény, hang, falat. De a nagyokos agyam nem tud különbséget tenni a valóság, az álom és az illúzió között. Hoppá! Tehát mindent falatnak fordít le, amihez én úgy viszonyulok, hogy ez kell nekem. Hogy mi minden kell nekem? Tessék meghallgatni Zorántól. Mi is kéne még? És rá fogunk döbbenni, hogy messze menően több mindennel rendelkezünk, mint ami a túlélésünkhöz kell. A életünk legnagyobb csapdája, a leges legnagyobb csapdája, ha belemegyünk ebbe a játékba, hogy magány, elhagyatottság, kirekesztettség, meg nem értettség, társas magány, hát látszólag jól vagyunk, meg egzisztenciális konfliktusok. Ide jönnek az adósságok, és mindaz, amire én úgy gondolom, hogy szükségem van, de nem rendelkezem vele. Szóval ezek az érzések bent fogják a vizet a szervezetünkbe, és ez öl meg. Ezért mondta Hammer doktor, hogy ennek a tisztázása, lezárása fontosabb bármi másnál. Menjünk tovább, és nézzük meg, mi van a narancssárga oszlopban. Fent találjuk azokat a programokat, amelyek a kisagy irányítása alatt vannak. Ezek a vélt vagy valós támadások, a bemocskoltság, elcsúfítottság és gondozási konfliktus, vagy nevezhetem egyszerűen úgy, hogy hülyére aggódom magam. Már bocsánat a kifejezésért. De még ez sem elég durva ahhoz, hogy felébredjünk. Tessenek már megmondani, mit oldunk meg az aggódással. Az, hogy lesz meldaganatunk. Azt igen. Azt az egyet meg tudjuk oldani. Hogy legyen belőle egy meldaganat. Mert kitartóan aggódok, csak éppen ezzel semmit nem oldok meg. Mi lenne, ha az aggódást a bizalom váltaná fel? Na vajon mi lenne? Meg se betegednék. A vélt vagy valós támadás és a vélt vagy valós bemocskoltság. Ez kérem az írhának a rétegeit fogja érinteni, illetve annak járulékait, a gondozási konfliktus pedig a mellnek a tejtermelő mirigyállományát érinti. A narancssárga oszlop alsó része az az agyvelő vagy fehér állomány által irányított túlélő programokat foglalja magába, és ennek a neve önleértékelés. És jegyezzük meg ezt az egyenletet, hogy önleértékelés egyenlő önpusztítás. Benne van, hogy itt először mindig bontani fogok, és aztán visszaépítek. Míg az első kettőben mindig először építettem, és utána bontottam. A bontás, kérem, fájdalom nélkül történik. A visszaépítés már fájdalommal, és pont azért, hogy maradjak nyugton,
hagyjam a biológiám, hogy visszaépítse, amit lebontottam, mert a program végén erősebb lesz, amit visszaépít, mint amit lebontott valamikor. Itt van a biológiai értelem. És ahogy befejezte a programot, a fájdalom elmúlik. Ugye milyen nagyszerű? A piros mezőben az agykéreg által irányított programok vannak. Itt fent a sejtek által vezérelt programok, abból megint csak bontással kezdjük a dolgokat. Itt van a birtok konfliktus, elválasztási konfliktus, és a birtokzónán kívüli konfliktusok is. Alól pedig van a működés gátlás, amikor azt megoldom, akkor a működést visszaállítom. Egyszerűen csodálatos. Egyszerűen lenyűgöző. A megoldáshoz mit kellene tennem? Hát ugye tisztázzuk a konfliktust. Ebben segít a germán gyógytudomány. Unalmában senki sem betegszik meg, ezt jegyezzük meg. Csak akkor indulnak el a programok, amikor mi aktiváljuk őket. És nem a szomszéd a hibás, mert nekem epekrízisem van, mert ő bosszant engem. Bocsika, én bosszankodom. Megengedem magamnak azt a luxust, hogy más ember viselkedését el nem fogadva bosszankodjak. Akkor jön a biológiai válasz. De amikor valaki még önmagához sem őszinte, akkor legyen szíves, kerüljön engem. Ne vegye el az időt olyan emberektől, akik gyógyulni szeretnének. Aki önmagához sem őszinte, az első nagy akadályt betette a gyógyulásába. A második az érzelmi feloldás, és erről már beszéltem, hogy mit kellene tenni, de amíg nem tanulok meg megbocsátani, addig nem fogok se meggyógyulni, se semmit csinálni. Megbocsátás nélkül nincs gyógyulás. Tehát kezdődik a megbocsátás önmagamnak, és utána kezdődik a másik félnek. Ha ezt nem tudom megtenni, akkor felejtős a gyógyulás. A gyereknél a legfontosabb annak a biztosítása, tudatosítása, hogy az a konfliktus, amit ő elszenvedett, soha többé nem fordulhat elő. Honnan tudom, hogy milyen konfliktus szenvedett a gyerek? A tüneteiből. A lélek agyszerv tengelyen minden egyszerű és világos. A tünet megmutatja, hogy hol van a konfliktusnak a lenyomata az agyban, de megmutatja, hogy mi volt a konfliktus is. A harmadik dolog pedig, ha nem reagálok, mint egy biológiai túlélő lény, hanem tudatosan döntök. Tudatosan döntök, mert jelen vagyok az életemben. Figyelek, és nem csak reagálok. Akkor meg sem betegszem. És utoljára mondom, ha hálát tudunk adni mindenért este, akkor meg se fogunk betegedni. Szóval hiába tanulom meg ezt az egész táblázatot, attól én még fogok tudni bosszankodni, gondolom ezzel mindenki egyetért. A germán gyógytudomány alap megértéshez, az igazi megelőzéshez és az igazi megoldáshoz. Az igazihoz. Az öt természettörvény remélem mindenkinek világos. A külön programokat ingyen mindenki megnézheti. És volt olyan, aki csak megnézte és meggyógyult. Az igazi megelőzés nem a szűrővizsgálatokra való félelemmel való járkálás, hogy ja Istenem, mit fognak találni a mellszűrésen, vagy a nőgyógyászati szűrésen, hanem annak a tudásnak a birtokában, hogy tudom, hogy nem aggódok, nem veszekszem, és nem élek meg elválasztási konfliktust, akkor nem lesz a mellemmel semmi baj. Lezárok minden féltékenységet, mert nem tudom úgyse birtokolni a másik embert, senkit nem birtokolhatok, akkor nem lesz
nem lesz P3, P4-es eredmény sem a nőgyógyászati szűrésen. Tehát ez a megelőzés. Hogy tudom, hogy milyen érzés mit vált ki, tehát lezárom békével a napjaimat. Kell ennél olcsóbb és hatékonyabb megelőzés? Nincs. A megoldás pedig benne van mindig a témában, hogy mit kell megoldani. Azért beszélünk tudományról, mert reprodukálható, összehasonlítható, előrejelezhető. Na ezt kérem, nem mondható el az akadémikus medicináról. Tele van feltételes móddal. Semmi konkrétan biztosan nincsen meg leírva, mert 5000 hipotézisen ül az egész medicina. Nem kell statisztika, nem kell állatkísérlet. Hagyjuk békén az állatokat, ne szenvedtessük szerencsétleneket, mert ők a saját félelmeiket élik meg. És ezt nem lehet átvinni az emberre. Viszont az embriológia, az rólunk szól, az öt természettörvény szintén. Tehát, ha érzelmileg lezárom a napjaimat, akkor az a legjobb megelőzés. Megértés, megbocsátás, elengedés, elfogadás, hála. Én úgy gondolom, hogy ha ezt mind megértettük, és az egyes külön programok ismeretével felismerjük az okokat, megismerem a tüneteket, és a tünetekből felismerem magát a programot, akkor el tudok jutni a valós megoldáshoz. De csak akkor, ha elfelejtjük a testtömegindexet, elfelejtjük azt, hogy hány éves vagyok, hogy férfi vagy nő, hogy az iskolázottság, hogy a családi állapot, ezek statisztikailag összeszedett dolgok, csak éppenséggel nem igazak. Ha mindez nem lenne igaz, vajon, akkor nem közvetítették volna, és nem tanították volna az egyetemen? Dehogy nem. Ha mindez nem lenne igaz, akkor ugye Hámer doktornak is békét hagytak volna. De nem hagytak békét, elképesztő élete volt, nézzük meg az életéről és munkásságáról szóló webkonferencia anyagot. De van róla írott anyag is, csak meg kell keresni a tudástárban. Ha mindez nem lenne igaz, nem hagytam volna ott azt a munkát, amiben addig hittem, és becsületesen meg is csináltam. Ha nem merjük megkérdőjelezni azt, amit ma tudománynak neveznek, akkor kérem szépen maradunk ott, ahol voltunk. És befejezésül szeretném idézni csupán csak Albert Einsteinnak a gondolatát, ami a következőképpen szól. Az őrültség nem más, mint ugyanazt tenni újra és újra, és várni, hogy az eredmény más legyen. Én köszönöm mindenkinek a figyelmét.